Kezdjük a végén a történetet. Savanyú Jóska 66 évet élt, ami feltűnően magas kor egy betyár esetében, különösen ha elmondjuk, hogy az általunk nem régiben bemutatott, ugyancsak bakonyi fosztogatásra berendezkedett Sobri Jóska 27 évesen halt meg, amikor fejbe lőtte magát, nehogy elfogják. Történetesen Savanyú Jóska is öngyilkos lett, csak egészen másokból. De ugorjunk az események elejére. Főhősünk 1841-ben született, a Vas megyei Izsákfán. Édesapja számadó juhász volt, szóval, hogy Jóskának miért kellett pont birkát lopnia, az kifürkészhetetlen. Minden esetre ez történt, és az ilyesmit akkoriban elég komolyan vették, úgyhogy Jóska törvényen kívüli lett, és nem nagyon volt más választása, mint hogy betyárnak álljon. Ebben a minőségében bekalandozta Vas, Veszprém, Zala és Győr vármegyéket, a róla szóló mondák jelentős része is ebben a régióban keletkezett. Elsősorban kisnemeseket, módos parasztgazdákat, falusi kereskedőket, tehetősebb iparosokat rabolt ki bandájával, általában különös kegyetlenséggel. Áldozataikat gyakran megverték és megkínozták. Először 1860-ban fogták el, ekkor 8 hónapot töltött a veszprémi fegyházban fegyveres csavargásért. Másodszor 1875-ben Sümegen egy hónapot töltött börtönben súlyos testisértés miatt. 1881-ben Bogyai Kálmán csabrendeki földbirtokos kúriáját próbálta társaival sikertelenül kirabolni, de ekkor már gyilkosságba keveredett, lelőtték Bogyai Antalt, a házurának testvérét. Ezután Savanyú Jóska egyre merészebb lett, a nagyvázsonyi uradalmi pénztárt például vakmerő módon fényes nappal harmad magával rabolta ki. Az 1880-as évekre az ország legkeresettebb betyárjává vált. A hatóságok évekig tehetetlenek voltak ellene, Savanyú és számkivetett cimborái sikeresen bujkáltak a bakony sűrűjében. Végül bandája egyik tagja, Magyarósi István billegi bojtár feladta őt, mert Savanyújék 1883-ban nagybátyját a Henyei erdőben agyonlőtték. Savanyú Jóskát 1884. május 4-én a Halápi csárdában mulatozás közben fogták el. 1886-os bírósági tárgyalásán 29 büntettel vádolták meg, köztük rablással, emberöléssel, súlyos testisértéssel, hatóság elleni erőszakkal. A gyilkosságot nem tudták rábizonyítani, de még így is életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. Ezután több mint 20 évet a börtönben töltött, végül gróf Csáky Károly Emánuel váci püspök kérelmére kegyelmet kapott. Kiszabadulásakor már jóval túl a 60. életévén szabó műhelyt nyitott, és akár tisztességben is élhetett volna haláláig. Ám hamarosan öngyilkos lett, amit búcsú levelében azzal indokolt, hogy reumája miatt kibírhatatlan fájdalmai voltak. Hát így történt.